A munkahelyek megóvása a cél, módosul a magyar bértámogatási rendszer. Földnapi tudnivalók, virtuális foglalkozások a békéscsabai óvodákban. Szárazföldi edzésekkel otthon készülnek, a medence nem áll rendelkezésre a vízilabdázóknak. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Az ország élelmiszer ellátása biztosított a koronavírus járvány idején, jelentette ki az Agrárminisztérium államtitkára az operatív törzs keddi online tájékoztatóján. Zsigó Róbert véleménye szerint Magyarország élelmiszerbiztonsági rendszere az egyik legjobb és legbiztonságosabb Európában. Az államtitkár ismertette, hogy a NÉBI a mostani helyzetben kerüli a büntetéseket, és inkább tanácsokat ad. Kedreggelre 2098 fő nőtt az új koronavírussal azonosított fertőzöttek száma Magyarországon, kezdte napi tájékoztatóját az országos tiszti főorvos. Müller Cecília ismertette, 213 főre emelkedett az elhunytak száma, 287-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházakból. A tiszti főorvos arra is figyelmeztetett, hogy egy nap alatt több mint 100 új igazolt fertőzött lett, ezért továbbra is indokolt fenntartani a korlátozásokat. Müller Cecília arról is beszélt, hogy a WHO igazolja intézkedéseiket, a tesztelés magyarországi protokollját. Módosul a magyar bértámogatási rendszer. Már 2 órás munkaviszonytól is igényelhető a támogatás, az igénylés folyamata egyszerűsödik, és bővül a kedvezményezettek köre, jelentette be György László, a gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. A kialakult új koronavírus járvány miatt számos vállalkozás ideiglenesen beszüntette tevékenységét, így sokan maradtak munka és fizetés nélkül. A bevételek kiesése miatt a kiadásokat is csökkenteni kellett ennél az ital nagy kereskedelemmel foglalkozó cégnél is, ahol közel 200 alkalmazottat foglalkoztatnak. Bora Imre tulajdonos kiemelte, hogy ezt a területet is negatívan befolyásolja a járvány. Kénytelen voltunk mi is hozzányúlni a létszámhoz, bizonyos bércsökkenéseket kellett végrehajtani, bizonyos óraszámokat kellett visszavenni, amihez talán most egy komoly hozzájárulás lesz az, hogy a 4 órás munkavégzéshez hozzájárul a gazdasági intézkedésével a kormány. A kamarák, az érdekképviseletek és a kormány egyetért abban, hogy a munkahelyvédelmi bértámogatás kiterjesztése alkalmas a munkahelyek megőrzésére. Hangsúlyozta a gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár hétfőn. György László közölte, egyszerűsödik a munkahelyvédelmi bértámogatás igénylése, és bővül a kedvezményezettek köre. A támogatásokért egyszerűen és gyorsan az nfs.munka.hu honlapon elérhető űrlapok kitöltésével lehet jelentkezni. A változások közül kiemelte, hogy a támogatás napi 2 órás foglalkoztatás után is igénybe vehető lesz. Az igényléseket egyszerűsíti, hogy nem kell kifejteni a gazdasági nehézségek okát. A munkaszerződések módosítását a csökkentett munkaidőről és az egyéni fejlesztési időről szóló megállapodásokat nem kell egyenként megkötni minden munkavállalóval. A koronavírus járvány miatt az általános és középiskolák mellett az óvodák sem látogathatók. Az EOV azonban új lehetőségeket teremtett a kisgyermekeknek szánt virtuális ismeretterjesztésben. Óvatosan kiveszem, és nézzétek csak, mi van itt a földben. Itt nagyon jól látszik, itt vannak a gyökerei. Többek között ilyen videókkal tanítják az otthon maradó óvisokat a dr. Becsei Oszkár utcai óvodában. Az intézményben az április 22-i Föld napja alkalmából minden évben a világnaphoz kapcsolódó foglalkozásokat tartanak. A járvány miatt ezek a foglalkozások idén az online térbe költöztek.
Hagyományosan virágot szoktunk ilyenkor ültetni, illetve az óvoda udvarának a rendezése történik ilyenkor nyilván a gyerekek bevonásával, erre most nincsen lehetőség. Sajnos így most az óvónénik ültetik el a virágot a Dajka nénikkel együtt, és ezt egy picit bemutatjuk a gyerekeknek, hogy ők is kedvet kapjanak otthon, illetve ilyen alapvető természettudományos kísérleteket szoktunk ilyenkor végezni. A Becsei utcában minden nap készülnek videóanyagok, amelyeket az óvoda eljuttat a szülőkhöz. Az óvisok a Föld napjához kapcsolódó természettudományos bemutatóban többek között a tűz és az oxigén kapcsolatáról, valamint a víz különböző halmaz állapotairól tanulhatnak érdekességeket. És látjátok, ez itt szépen szét is tör darabokra, le is esett a földre. Úgyhogy ez egy szilárd dolog, ez kemény. Ugyanolyan, mint az asztalnak a lapja. A Becsei utcai óvodában az óvodapedagógusok minden héten más-más téma alapján építik fel az EOVI-hoz készülő anyagokat. Ezen a héten a Föld napja volt a fókuszpont, és ehhez kapcsolódva matematikai feladatot, irodalmi feladatot, mese, vers volt, egy kis gömbkör összehasonlítása. Újra hasznosítottunk műanyagflakonból, illetve fogunk még a héten. Az énekzene is szerves részét képezi a foglalkozásoknak, amely különleges módon folytatódik a Föld napján, ugyanis Hevesi Imre, vagyis Imi bácsi virtuális koncertet ad majd, amit a Penza lakótelepi és a Becsei utca óvisok online követhetnek majd. Közel 800 darab arcvédő pajzsot adtak át elsősorban Békés megyei egészségügyi, illetve szociális intézményekben dolgozóknak a Kollabor munkatársai. Egy fővárosban élő Békés Csabai kötődésű fiatalemberrel összefogva hetek óta zajlik az egészségügyi védőeszköz gyártása. Van egyszer egy ilyen átlátszó víztiszta 0,5 mm-es PVC lap. Ezeket sikerül beszerezni minden ilyen nagy lapokban, tehát ennek most az ilyen formára vágására keresünk éppen megoldást, úgy néz ki, hogy egy ilyen kis tancolós megoldás lesz a vége. Fodor Bence, a robotika műhely vezetője március végén még éppen a megoldandó feladatról beszélt, amibe az arcpajzsok sorozatgyártása közben ütköztek. Azóta már megérkezett az az alapanyag, amelyet helyben fel tudnak dolgozni a lézervágóval. Április eleje óta folyamatosan dolgoznak a 3D nyomtatók a Békés Csabai Kollabor természettudományos élményközpontban. Tehát maga a 3D nyomtatás az egy ilyen rétegenkénti olvasztott műanyaggal történő rajzolás jelent. Ezekkel a berendezésekkel gyártják a pajzsokhoz szükséges műanyag fejpántot, amelyhez rögzítik a műanyaglemezt és egy gumiszallagot. Az így kapott védőeszköz az arcmaszkkal és az egészségügyi védőszemüveggel együtt használva még biztonságosabbá teszi a koronavírus ellen küzdő orvosok, ápolók és egyéb területen dolgozók munkáját. Most azt tapasztaljuk, hogy talán egy kicsit csökken az igény, ennek egyébként örülünk. Mindig kihívás az alapanyagok beszerzése, tehát különösen ez a pajzs rész, ez az úgynevezett PET-lemez beszerzése. Az első adagunk az most fogyott el, most már egy következő adagot igyekszünk beszerezni, és akkor az igényeknek megfelelően folytatjuk a gyártást. A közel 800 eszközből több mint 400 darab a Békés Csabai Természettudományos Élményközpontban készült. Egy Budapesten élő Békés Csabai kötődésű fiatalember is elkezdte az eszközök gyártását, majd kapcsolatba került a Békés megyei intézménnyel, így az arcpajzsok kiszállítását a Kollaboron keresztül bonyolítja le. A visszajelzések azok pozitívak, nem volt még olyan hely, ahol ne örömmel fogadták volna. Terve van most egy másik típusra az átállás, ami már nem 3D nyomtatott, hanem lézervágott, illetve stancolt, abból ilyen 10.000 darabbal készülünk Békés megyére. Az intézmény és Petrovszky János együttműködésének köszönhetően a Kollaboron keresztül a Békés megyei kórházak mellett került arcvédő pajzs a házi orvosokhoz, a szociális intézmények dolgozóihoz, de még a határrendészethez is.
Az emberi szervezet megfelelő működésében nagy szerepet játszik a helyes táplálkozás, tartják a szakemberek. A 7.tv által megkérdezett dietetikus szerint a nem megfelelő étrend a vese és az epe bántalmakat is fokozhatja. Ahhoz, hogy a bajokat megelőzni és kezelni tudjuk, érdemes szakemberhez fordulni. Az egészségmegőrzés érdekében fontos odafigyelni az étkezésre, főleg akkor, ha dietetikus étrend kialakításán kell gondolkodni. Fogalmazott Prohászka Béla. A Venezdíjas mesterszakács kiemelte, hogy ilyenkor érdemes egy dietetikussal egyeztetni. Természetesen, mint szakácsként is egy pár olyan jó tanácsot mondhatok, hogy például fontos a nagyon sok folyadék bevitel. Itt természetesen inkább a nem cukrozott termékekre gondolok, hanem inkább a frissen facsart, akár zöldség vagy gyümölcslevekre, hogy mindent jobban mozgassa meg a vesét, minél hamarabb tudja azt átmosni. Emellett fontos az étrendben a sócsökkentés is. Ajánlott a naturízek választása, tette hozzá a mesterszakács. Kiemelte, több szezonális termék, a spárga, a fejes saláta és a para is nyugodtan fogyasztható. A vesének ugye lehet az a problémája, hogy csökkentettebb a működése, és ott elsősorban fehérje megszorításokat szoktunk alkalmazni, ami azt jelenti, hogy elsősorban az állati eredetű fehérjéket korlátozzuk. A húskészítményekben, tejben, tejtermékekben és a tojásban is van fehérje, ám súlyosabb esetben veseelégtelenség is előfordulhat. Ilyenkor a növényi fehérjéket is vissza kell szorítani, tette hozzá a dietetikus. Hangsúlyozta, a speciális vesebetegek számára előállított lisztet kenyerekhez és süteményekhez is fel lehet használni. Kiemelte azt is, hogy epebántalmak esetében is több mindenre kell figyelni. A rozsdús táplálkozás és van például a tojásnak szerepe ebben, ami munkára készteti az epehólyagot, viszont lehet olyan eset, amikor ugye a epekövesség vagy egyéb más probléma miatt, ugye elsősorban ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy kivizsgálás és nyilván műtéti megoldás szokott ez lenni, és utána szoktunk egy 4-6-7 diétát javasolni. Az így javasolt epekímélő diéta elsősorban zsírszegény, másodszorban durva, rostmentes táplálkozást és fűszerszegénységet jelent. Békés Csabán szárazföldi edzéseket végeznek a vízilabdázók, amely a szakemberek szerint hosszú távon nem kifizetődő. A koronavírus miatt az Árpád-fürdő zárva tart, így a sportolók nem használják a medencéket. A játékosok otthoni edzésekkel próbálnak formában maradni. Ehhez hasonló gyakorlatokat végeznek a Békés Csabai Vízilabdaklub utánpótlás és felnőtt játékosai. A klub fiatal kapusa elmondta, hogy két edzőjük, Ajtai Miklós és Szilágyi Kristóf minden napra lebontott edzéstervet dolgozott ki. Bucsi Ferenc hozzátette, a tréningjeiket délután végzik, amelyekről képeket és videókat kell készíteniük. Megkapjuk a feladatokat olyan 2-3 óra fele, és beküldjük a csoportba képeket vagy videókat, attól függ, hogy ki hogyan csinálja, és ők ezt mindig kiértékelik. A rossz dolgokat, vagy esetleg nem rossz dolgokat, csak amit rosszul csinálunk a feladatban, azt mindig elmondják, leírják nekünk, hogy mire figyeljünk oda, és a jó dolgokat is persze elmondják, amiket jól csináltunk. Jelenleg üres az Árpád-fürdő, és még csak víz sincs az úszómedencében. A felnőtt csapat vezetőedzője elmondta, a leállás az utánpótlás játékosoknál okoz nagyobb problémát, hiszen náluk még nem alakult ki az edzéstudatosság. Szilágyi Kristóf hozzátette, a helyzetet tovább tetézi, hogy nem tudják, meddig tart a leállás. A biológiai életkoruknak megfelelően is azért egy nyúlási, érési szakaszban vannak, és hogy ebben az időszakban nem fogják meg a terhelést. Egyelőre azt mondom, csúnya szóval vagy csúnya kifejezéssel beláthatatlan következményei vannak, és én azt sem tartom kizártnak egyébként, hogyha ez az időszak ez egy ilyen 4-5 hónapra nyúlik majd, akkor nem kis túlzással, de újra kell tanítani a gyerekeket úszni. A Magyar Vízilabda Szövetség még nem döntött arról, hogy befejezetnek tekinti az idei szezont, vagy nyáron folytatja a versenyeit. A nyári lebonyolítással egy régi álom válna valóra, még ha egy szezon erejére is.
A sportágban dolgozó szakembereknek és játékosoknak régi álma, hogy a vízilabda, mint nyári sportág, az alapvetően tengerpartokról indult el, vált népszerűvé, és igazából úgy gondolom, hogy ennek ekkor lenne időszerű tényleg játszani. Egy teljesen új helyzetet teremteni, és nagyon üdvözítő hatás lenne, és biztos, hogy úgy gondolom, hogy földobná a hangulatát, és nagyon motiváló lenne a sportág számára. A szövetségnek legkésőbb május 11-én kell újabb határozatot hoznia, ugyanis addig függesztette fel a bajnokságokat. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak otthon és tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!